Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ez itt az adó.hu adószakmai videósorozatának következő epizódja. Én Kovács Ferenc vagyok, oklevelős adószakértő, és a mai témánk az ingóságok értékesítése, illetve annak adó vonzata természetesen. Hát ugye sokszor előfordul, hogy használunk valamilyen tárgyat, eszközt, és azt megunjuk, vagy szeretnénk újabbat, jobbat, és azt elkívánjuk adni, és ezért ugye értelemszerűen kapunk pénzt, és hogy ennek milyen adózási konzekvenciái vannak, ezt tekintjük át röviden. Ugye meg kell különböztetni alapból két helyzetet. Az egyik helyzet az, hogy én esetleg ezzel üzletszerűen, tehát gazdasági tevékenységem körében foglalkozom, vagyis ez a napi megélhetésem, hogy én használt dolgokkal kereskedek, akkor arra speciális szabályok vonatkoznak, arról majd a videó legvégén fogok beszélni. De hogyha én csak alkalomszerűen tényleg a megunt dolgaimat kívánom eladni, akkor arra a személyi jövedelemadóról szóló törvény speciális szabályokat tartalmaz. Itt ugye azt kell nézni, hogy ugye mennyi bevételt kapok természetesen, vagyis mennyire adom el azt a dolgot, azt az ingóságot, amit meguntam mondjuk. És ebből a bevételből nekem le kell vonnom a költségeket. Hát mik a költségek? Hát amennyire megszereztem, illetve a megszerzéssel összefüggésben felmerült egyéb költségek, illetve hogyha valamilyen beruházást végeztem rá, valami állapotjavítást csináltam vele kapcsolatban, akkor azt is elszámolhatom. És hogyha ennek ellenére pozitív a szaldó, tehát hogy több a bevételem, mint a költségem, akkor ugye elméletileg nekem egy jövedelmem keletkezik, és ez a jövedelem ez adó alapot fog képezni. Ugyanakkor az a szabály, hogy éves szinten én addig árulhatom a dolgaimat adómentesen, tehát személyi jövedelemadómentesen, amíg 30 ezer forintot el nem ér a fizetendő adó. Hogyha ezt visszaszámoljuk jövedelem szintre, akkor azt lehet mondani, hogy ugye 15%-os személyi jövedelemadóval számolva, ugye 600 ezer forint jövedelemig, és ezt hangsúlyozom, hogy jövedelem, tehát mondjuk az, hogy nyereségig, 600 ezer forint nyereségig én adómentesen tudom értékesíteni az ingóságaimat, a megunt dolgaim. Abban az esetben ugye az is egy kérdésként merülhet fel, hogyha én nem tudom, hogy mennyire szereztem be azt a dolgot, mert nincsenek meg róla mondjuk a számlák, a beszerzési viszonylatok, akkor milyen összeget kell beszerzési árnak tekinteni. Ilyenkor a törvény azt mondja, hogy ebben az esetben a bevételemnek a 25%-a lesz a jövedelmem. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mennyi volt a kiadásom annak idején, tehát mennyire vásároltam eredetileg a terméket, akkor a bevételem, tehát amennyire eladtam, annak a 25%-a lesz a jövedelem, és abból kell számolni majd a 15%-os személyi jövedelemadót. Nagyon hasonló a szabályozás abban az esetben is, hogyha én úgynevezett vadon termő terményeket szedek össze. Ugye itt a nyáron, most amikor vesszük fel, ezért nagyon sok minden tudunk gyűjtögetni az erdőn, mezőn, és azt leadni, mondjuk ilyen gyógynövényeket, sokan ugye ezzel foglalkoznak, és ebben az esetben is, amit kapok én a felvásárlótól a gyógynövényért, annak a 25%-a lesz az én jövedelmem, abból kell a felvásárlónak egy 15%-os személyi jövedelemadót vonnia, hogyha én már elértem azt a 600 ezeres jövedelmet. És akkor, ahogy ígértem, a végén beszélnék arról, hogy mi van abban az esetben, hogyha én üzletszerűleg ezzel foglalkozom, tehát gyakorlatilag van egy kisboltom, ahol ilyen használt cikkekkel kereskedek. Hát ebben az esetben sajnos úgy kell tekinteni, mintha ugye ez lenne az én fő tevékenységem, tehát mintha én ezt egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság keretében végezném, tehát mindenféleképpen valamilyen gazdasági formát kell ehhez választanom. Hogyha az egyéni vállalkozást választom ehhez, akkor az egyéni vállalkozásnál akár egy önálló tevékenységből származó jövedelemként, akár pedig az egyéni vállalkozásra vonatkozó speciális jövedelemszámítási szabályokat
kell alkalmazni. Ez utóbbi tekintetben nagyon jó eligazodást ad az adókódexnek a 2023 évi 5-ös szám, amit ajánlok figyelmükbe, ami az egyéni vállalkozás, az egyéni vállalkozók adózási alternatíváit tartalmazza. Hát nagyon röviden ennyi lenne az ingójöttékesítés adózási személyjövedelem adózási szabályai. Köszönöm szépen a figyelmüket, és találkozunk egy következő videóban. Minden jót, viszlát!